A könyvtár elől indult el, és több megállót érint vált meg a gyulai kisvonat azzal a nem titkolt céllal, hogy minél többen megismerjék Gyula és a környéke kulturális értékeit. Sós Imre főszervező elmondta, még 2010-ben az Erkel emlékév alkalmából volt már egy hasonló kezdeményezést, és ezt kívánták most nemzetközivé bővíteni. Az apropót Simonyi Imre szülőfalujának egy programja adta, a Simonyi Falvi Napok. Bár elég rövid idő állt rendelkezésre a szervezésre, ennek ellenére szép számban csatlakoztak a kezdeményezéshez. Az első megálló Ajtósfalván a Dürer emléktáblánál volt, majd innen a határátkelő felé vette az irányt a kisvonat, és indultak el Simonyi falvára, ahol már várták az érkezőket. Ház Tibor polgármester úr várt bennünket, nagy öröm volt számunkra, jelen volt Bognár Levente, Arad alpolgármestere, testvérjelásunk alpolgármestere, valamint Winkler Gyula, Románia Európa Uniós parlamenti képviselője is jelen volt. Nagyon örültek a mi jelenlétünknek is, hiszen a kisvonattal ment át az a delegáció, ahol átadták a kápolnát, valamint az új utat, és rendkívül élvezték. Természetesen kint mindenki kipróbálhatta, akinek volt rá lehetősége. A csapat a látogatást követően a visszaúton a gyulavári kastélynál tett egy rövid pihenőt, majd az Erkel ház felé folytatták útjukat, ahol egy rövid megemlékezést követően Erkel Ferenc monogramját mécsessel jelenítették meg a túra résztvevői. A főszervező szerint hasonló kezdeményezésre még nem nagyon volt példa a térségben. Itt a térségünkben talán egyedülállónak számít ez a kezdeményezés, legalábbis ebbe a távba. A határt, amit átléptük, tehát érezhető volt az, hogy az autósok, kamionosok integetnek, dudálnak, fénykürtölnek. A településeken a kintülő vagy járókelő lakosok integetnek, mosolyognak. Tehát én azt gondolom, hogy önmagában is sikerült azt a figyelmfelkeltést nyújtani, ami gondolom, hogy a médián keresztül azokhoz is el fog jutni, akik ezt látták, hogy tulajdonképpen miről is volt szó. A főszervező elmondta, folyamatosan figyelik a pályázatokat, és amennyiben lesz hasonló kiírás, szeretnének más útvonalakon is kulturális kisvonatos túrákat szervezni.